polgármester április 15-e van, és a koronavírussal kapcsolatos települési helyzetről egy ideje nem számoltunk be Szajóban. Mi változott, mióta a rendelkezések szigorodtak, illetve változtak? Kellett-e valamiben módosítani, illetve hozzászoktak-e a lakosok ahhoz, hogy egy picit más élet van most, mint volt eddig? Hát, hogy hozzászoktak-e, az túlzás természetesen. A húsvéti időszakra ugye felhatalmazást kaptak a polgármesterek, hogy szigoríthatják azokat a szabályokat, amit egyébként országosan elrendeltek. Hát a mi településünkön azért nem is osztottunk meg, hogy nem szigorítottunk, tehát azok maradtak, meg most is azok vannak érvényben, amit országosan kiadtak. A mi esetünkben azt gondolom, hogy mi már a kezdetekben bezártunk mindent, illetve olyan üzemmódra állítottuk, hogy természetesen amit lehet feladatot, azt ellátunk, és ez most már így működik, amióta a veszélyhelyzet kihirdetésre került. Egyelőre nem is szándékozunk szigorúbbat bevezetni, még ha később lehetőség is van rá, mert mi azt szeretnénk kérni a lakosságtól, hogyha azokat betartják, ami országosan kiadásra került, akkor nálunk olyan nagy baj nem lehet. Ezt azért mondom, mert az ünnepek alatt a rendőrség ugye ellenőrizte a jogszabályban előírt dolgokat, és szomorúan kellett tapasztaljunk, hogy több embert meg is kellett büntessenek, mert nem maradtak oda-haza, és olyan tevékenységet folytattak, ami nem volt indokolt, így meg is kapták az 50 ezeres büntető csekket. Most jelezték ugye, hogy most meg bajban van, mert miből fizesse be. Tehát én nagyon kérem a Szajóban élőket, a lakosokat, hogy tartsák be, mert a rendőrség most már ellenőrzi, és nagyon meg kell indokolni, hogy ki miatt van az utcán, vagy közterületen, vagy egy intézmény előtt. Legfőképpen itt nekünk egy kis métej ott a Convoy City-nél, az a bizonyos bádognak nevezett egység. Sokan kérdezték, hogy miért nem zárjuk be, vagy miért nem zárják be. Hát azért nem zárt be, mert az egy élelmiszer üzletnek van minősítve. Ténylegesen élelmiszert is árulnak bent a boltba, de természetesen rá is vonatkozik az, hogy kellene kiszolgálni, illetve az embereket ott el kellene küldeni. Ugye mindenki látta, akár a Facebookon, meg más helyen is már megjelent, hogy ott megveszik az italt, és kiülnek ott a padokra, és ott fogyasztják el. A italkereskedéseket, a kocsmákat, mindent bezártak. Ott se lehet elfogyasztani, még ott is veszi meg, hiszen bontatlanul vásárolja meg a boltba, és haza kellene vinni, és akkor otthon elfogyasztani, mert a rendőrség nem tud e fölött elsiklani, az bizony 50 ezer forintos, minimum 50 ezer forintos büntetést von maga után. Tehát a településen ott láttunk egy ilyen gócpontot, amintre fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy oda megy vásárolni, mert ugye az a bolt tovább nyitva, mint a többi bolt esetleg, és ott tudja megvásárolni. Természetesen lehet, tehát megveheti, de ne fogyassz el ott rögtön az ajtón, ha kilép. De vannak ugye más boltok is, ahol meg lehet vásárolni ezeket az italokat, meg élelmiszert is. Az a kérés, hogy ne a közterületen fogyassz el, tessék hazamenni vele, vagy a munkahelyre, mert oda vette, akkor ott, mert az nem indokolt, hogy a kiflit már megkezdjük az ajtón kilépve, és akkor ott állunk, akkor jön az ismerősöm, csak egy pár szót akarok vele váltani. Tehát nincs, ezért is nem szigorítottunk, mert nálunk ugye nincs olyan nagy idegenforgalmi kibejárkáló. A hobbi tulajdonosok teljesen normálisan fogadták ezt a helyzetet. Nem tapasztalok kiköltözés sokaságot, tehát azért nincs is szigorítva. Ráadásul ugye tavasz van, jöjjön is ki, a kertjét rendezze, mert utána meg majd az lesz a baj, hogy mi letiltottuk, és a kertbe egy méteres a fű, meg nem tudta megmetszeni, vagy elindítani a növényeknek a ültetését. Egyelőre nem látjuk annak okát, hogy ezt meglépjük, de mondom, még egyszer is hangsúlyozom, hogy mindenki, ahogy csak teheti, maradjon otthon. Ha meg el kell menni, akkor ténylegesen célzottan, és onnan is minél előbb az előírásokat betartva menjen vissza az otthonába. És ott tegyen, ott igyon, mindent ott csináljon. Van már most ingyenes internetes elérhetőség, tehát tudnak beszélgetni, és nagyon sok telefontársaság szinte ingyen adja már a csomagokat, és akkor legalább telefonon vagy internet útján tudnak beszélgetni. Ne csináljuk ezt. A másik, amire még felhívnám a figyelmet, és ezt tapasztaltuk még a korábbi időben,
hogy ugye megjött a jó idő, otthon vagyunk, és akkor bográcsoljunk a szomszédokkal, a barátokkal, ismerősökkel, ezt is tessék abba hagyni, mert ez sem szabad. Tehát ezt nem kell helyi szinten szabályozni, de tapasztaltunk sajnos ilyen, volt egy olyan dolog, ahol több mint 30-an voltak az ingatlanban, hát az mindenki nem ott lakott nyilván, mert azt gondolták, hogy magán ingatlanban lehet. Hát nem lehet, és ne is csinálják, mert ott ha bejelentés érkezik a rendőrség felé, ezt megvizsgálva biztos, hogy büntetést kell, hogy kiosszanak, akik ilyet csinálnak. Én nagyon kérem a lakosokat, hogy láthatják, hogy a mi megyénk nem egy nagy gócpont, hogy ezt amíg lehet őrizzük. Ezt csak úgy tudjuk megőrizni, ha minimálisra csökkentjük azokat a kijárkálásokat, amit természetesen nagyon muszáj, de nem kell most már látja, úgy gondolom Magyarország, hogy az élelmiszer felvásárlás is fölösleges, mert van. Kenyér is van a településen, meg boltok nyitva vannak. Igaz, hogy vannak előírások, mert például a kóban ugye maszkkal, meg kesztyűvel lehet bemenni, de ez nem azért van, mert a lakosságot próbálja kiszorítani onnan, hanem mindenki védelmébe. Úgyhogy összefoglalva azt gondolom, hogy ráálltunk egy olyan működési pályára, ami még nekünk is szokatlan, azért bevalljuk őszintén, de próbálunk mindent megtenni. Kérem az idős lakosságot, hogy jelezzen felénk, hogyha elfogyott neki bármilyen, ne kezdjen el kijárkálni azért, mert elfogyott a liszt vagy a cukor. Jelezze a hivatalnak, vagy üzen valakivel, aki az utcán lát, biztos, hogy be fog jönni és szól, mi meg kimegyünk. Van erőforrásunk még arra, hogy meglátogassuk őket időszakonként, vagy ahogy kéri, bevásárolunk nekik, és akkor ez egy 4000-es településen azt gondolom, hogy így teljesen normálisan tud működni, meg önkormányzatunk fel is tudja ezt vállalni. Van annyi dolgozónk, akik ezt hozzásegítik, ezt a dolgot is. Azért is kérem különösen, mert egy jelentésbe kérték, hogy a 65 év felettieknek a számát megmondva, több mint 700-an vannak a településen, akik 65 év felettiek. Ez egy nagyon nagy létszám, de azt gondolom, hogy szomszédokkal, meg a gondozó hölgyekkel meg tudjuk oldani azt, hogy amíg ez a helyzet fönnáll, akkor ellássuk őket, és nem maradnak ellátatlanul, vagy a mozgássérültek, vagy bármilyen gonddal küzdők hívják, keresik a hivatalt. Mindig van a hivatalban 8-16 óráig telefonon, de ha később keletkezik a baj, akkor is a valamilyen úton, módon jelzik, akkor akár a ügyfélfogadási, meg nyitvatartási időn kívül is megyünk, és próbálunk segíteni. De még egyszer, és azért mondom el többször, hogy tessék otthon maradni, ezt lehet látni, hallani az országos médiákban is, mi itt Szajóban ugyanazt szeretnénk kérni a helyiektől, hogy maradjanak otthon. Polgármester úr, annak ellenére, hogy picit szűkebb keretek között kell mozogni az önkormányzatnak, és vannak feladatok, amelyeket egyrészt mindenképp el kell végezni, másrészt pedig mondjuk pályázati okból kifolyólag nem lehet csúsztatni őket. Hogy állnak ezek a dolgok, mik azok, amikkel mindenképp foglalkozni kell ezekben az időkben? Igen, de ezt az évet érinti még két toppos pályázatunk, ugye az óvodának a tornaszobájának a kialakítása. Ez most valami jó is legyen itt a rosszba, ugye most nem ütközik, mert a gyermekek otthon vannak, és nincsenek az óvodai épületben, de az a pályázat május 31-ével át kell adni, hiszen a szerződés kötötte, és akkor a vállalkozó szeretné is átadni, ez meg fog történni. A másik pályázat ebben az évben, a másik toppos pályázat, ami megmaradt, az a horgászpálya felújítás. Ott, aki arra járt, vagy arra felé lakik, láthatja, hogy ott a parkoló, meg a gátnak a tetején az út, az már elkezdődött annak a megoldása természetesen. Majd az építkezés is folyamatában lesz. Ott még kivitelezőt kell kiválasztani pályázat, de benne vagyunk a pályázatban, tehát azért mondom, hogy egy hónap múlva, ha nyertes meg lesz a pályázatból, egy hónap múlva terület átadáson, és ott fognak dolgozni. Ott egy picit a horgászok majd ki lesznek egy adott területről szorítva, de azt gondolom, hogy ezt a 60 milliót, amit nyertünk, azt nem hagynánk veszni, és ezt arra a területre rá szeretnénk forgatni. A költségvetésből saját forrásként
az idei esztendőben elkezdjük a bekötő útnak a felújítását, úgy, hogy a főutat, a költségutat két ütembe szeretnénk megcsinálni. Ezt pedig a Magyar Falu programba szeretnénk beadni pályázatra, de már elkezdtük, mert a pályázatban nem fért bele például a buszmegállónak az áthelyezése a kóp mellett, az most történik. Utána pedig a bekötő út teljes hosszába mind a két oldalon szegélyt fognak rakni, és akkor körülbelül elfogy az a saját bevételünk, amit ugye erre szántunk, és a pályázatban, ha sikerül megnyerni, még ebbe az évben leaszfaltozzuk, hanem akkor nyilván áthúzódik a következő évre, és akkor a bekötő útnak a hullámai ki fognak egyenesedni, és akkor a közlekedésre még alkalmasabb lesz az a szakasz. Természetesen ez azzal jár, hogy félpálya szűkület lesz több helyen. Én szeretném kérni az arra közlekedőket, mert az egy elég forgalmas útról beszélünk, hogy figyeljenek oda, és úgy próbáljanak közlekedni, hogy ne legyen baleset ebből a felújításból adódóan, hiszen ha már a főutat meg tudtuk így csinálni, a költségutat is, és ott is kértük a lakosság figyelmét, valamilyenre gondoltunk és számítunk a lakosság partnerségére. Természetesen azok a munkálatok, ami még meg lett rendelve a veszélyhelyzet kihirdetése előtt, azok szerződésben vannak, és hát azt teljesíteni kell, mert azért kötöttük meg, hogy azok meglegyenek. Itt gondolok a kátyúzásra, meg egyéb olyan munkálatokra, ami ilyenkor tavasszal van. Természetesen a fűnyírással se tudunk leállni itt a közcélú foglalkoztatásban, hiszen a temetőt is mi nyírjuk, a közterületeket is, hát le kell nyírni, mert nem lehet azt, hogy nem dolgoznak a fiúk, hiszen egy méteres füvet még nehezebb lesz később majd levágni, és az még nagyobb gubancot fog okozni. Ezért ők felvállalták, hogy ők tovább dolgoznak, ők is megtehetnék, mert a jog megengedte volna, hogy szünetre menjenek, de felvállalták, hogy ők napi jellegebe jönnek, és akkor csinálják ezeket a feladatokat. Tehát a település üzemeltetés mint olyan az működik, ilyen szempontból is. És az, hogy kényelmetlenségeket okozunk most egy kicsit, ezt kérjük a türelmet, hiszen ha megújul, meg felfrissül itt minden, akkor utána kellemesebb, meg komfortosabb lesz a településnek azon része, ahol most dolgozunk. A hulladékszállítással kapcsolatban Szajóban viszont változások jöttek ezzel a tavasszal. Ez mindenkit érinte, és mit jelent ez pontosan? Igen, teljesen az egész lakosságot, illetve nálunk ugye a hétvégi telkeknél is külön napon került begyűjtésre a hulladék. Most áttért a szolgáltató arra, hogy hétfői napokon a falusi részen ürítik ki a kukákat, és kedden pedig az újtelepi részen. A hobbi területen, meg az Alamandülön, illetve a Tisza úton a hétvégi telkeket, az pedig a szombatról átértek vasárnapra, tehát vasárnap fogja kiüríteni. Nagyon sokan kérdezték a lomtalanítást. A lomtalanítás időpontja ugye előre meg volt hirdetve abban a naptárban, amit a szolgáltató kiküldött. Na az ugye azzal, hogy változott az ürítés napja, az szintén változott, és az lett volna, hogy jövő héten hétfő a falusi részen van lomtalanítás, kedden az újtelepi részen. Viszont tegnap megkaptuk a szolgáltató levelét, hogy amíg a veszélyhelyzet fennáll, a lomtalanításokat sem végzi el. Nem csak Szajolban, hanem egy településen se, hiszen az olyan felfordulással jár, amivel nem szeretnénk a lakosságot még nehezebb helyzetbe hozni. Tehát egy a lényeg, hogy a lomtalanítás most elmarad. A szolgáltató azt jelezte, hogy amikor visszaáll a normális kerékvágásba az élet, akkor új időpontot fog kijelölni, természetesen a lakosságot erről fogjuk értesíteni, és akkor meg lesz a lomtalanítás, de most elmarad. És tessék odafigyelni a hétfő és keddi ürítésekre, illetve a hétvégi telkeken, akik élnek a vasárnapi ürítésre. A holnapon is hirdetjük, Facebook oldalon is meg lehet ezt nézni, tehát nem kell megjegyezni most így elsőre, de természetesen, ha bármi változás van, akkor azt híreljük. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, és egy hét múlva találkozunk újra a vírussal és a település üzemeltetésével kapcsolatos hírekkel. Rendben, köszönöm szépen.